A Tálib kormányban kulcsfontosságúnak számító az erény előremozdításáért és az erkölcstelenségek megakadályozásáért felelős minisztérium szóvivője pár napja azt mondta, hogy a nőknek el kell takarniuk az arcukat, amikor kilépnek az utcára, különben csökken az értékük. Szóvivőjük szerint a nő veszít az értékéből, ha idegen férfiak láthatják az arcát, ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ezzel bűnbe viszik a férfiakat. Az új rezsim első szimbolikus intézkedése az volt, hogy a korábbi nőügyi minisztériumot erény- és erkölcsügyi minisztériumá alakította. Ez egyébként már 1996 és 2001 között is működött egyfajta erkölcsrendészetként, amely a sária törvény betartását igyekezett kikényszeríteni. A minisztérium felel a nők öltözködéséért, oktatásáért és egyéb lehetőségeit szabályozó rendeletekért. A szóvivőtől megkérdezték, hogy a Tálib kormány engedélyezi-e a nőknek, hogy közparkokba menjenek, innen ugyanis korábban ki voltak tiltva. A férfi elárulta, mehetnek a parkokba, de csak ha nincsenek ott férfiak. Ha vannak, akkor a sária nem engedi meg nekik. Nem mondjuk, hogy egy nő nem sportolhat, nem mehet parkba, nem futhat, mindezeket megteheti, de nem úgy, ahogy néhányuk szeretné, férfiak között félmeztelenül. Nekem az az érzésem van, most már egy ideje, követve a nemzeti radikális orgánumokat, hogy a sharia iránt egyre nagyobb az empátia az illiberális magyarok körében. Ahhoz képest, hogy Orbán Viktor védelmezi meg a keresztény Európát az iszlámtól, nagyon jellegzetes ez a szinoptikus szellem. Ha választani kéne egy teljesen átlagos nemzeti radikális magyar rendszerhívőnek a nyugati pornóval, drogokkal, liberalizmussal, LMBT jogokkal fertőzött élet, illetve a sharia erkölcsi fegyelme között, kétségem sincs afelől, hogy melyik iránt empatizálna, hogy melyikbe menne élni. Ott már vannak kétségeim. Tudod, ha költözni kell, alig ha nem nyugatra költözne. De ha kommentelni kell, akkor azért semmi kétség, tudod, ez a minél rosszabb, annál jobb szellem. Ez a cinizmus, ez az amúgy semmilyen erkölcsi integritást nem hordozó szellemiség. Mert ugye, ha valamerre kommentelek, akkor ha költözöm, akkor arra költözöm, nem? Ez volna, ezt jelenteni az erkölcsi integritás. De hogy ha költözni kell nyugatra, de ha kommentelni kell, akkor meg hajrá illiberalizmus, meg hajrá kelet. Hogy? Te hol olvasol kommenteket? Hát az egy számos ilyen illiberális felület van, ami ahol kommentelőknek a hangulatát úgymond szondázni lehet. Mondhineren, mondtam egy példát. De hát az törvényszerű, hogy egy illiberális felületen illiberális hangulatú és jellegű kommentek. De tudod, ezeket az illiberális... Egy liberális felületen pedig liberális. Igen, csak az illiberalizmusnak eddig volt két csapás iránya. Az egyik az, hogy megvédjük a keresztény Európát az iszlámtól, az iszlám hátterű bevándorlástól. Uh-huh. És most van egy másik iránya. Megvédjük az illiberalizmus szellemét, megvédjük a kereszténység igazi erkölcsi értékeit. A nyugatról támadó, a nyugaton elfajzott LMBT aktivizmustól, NGO-któl, soros szervezetektől, a nyugati kormányoktól, úgymond a nyugati élettől. Rá kéne lassan jönni, hogy nem csak nyugaton meg keleten, hanem északon és délen is csak ellenségeink vannak. És tőlük is meg kell védeni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ahogy átlép Szlovákiába, már lazulnak az erkölcseid, és ahogy Romániába, Szerbiába vagy Szlovéniába teszed át a lábad, vagy Horvátországba, azonnal lazulnak az erkölcseid. Tehát ahhoz, hogy valami világító toronyként üzemeljen, ahhoz körkörösen egyre gyengülnie kell ennek a csodálatos fénynek. Az elképesztő, ahogyan fogalmaz a tálibok szóvivője. Egy nő veszít az értékéből, ha idegen férfiak láthatják az arcát, az értékéből. Ez nagyon-nagyon fontos, az érték. Az, hogy a nők jogai gyakorlatilag eltörölték, az a jogok eltörlésén túl elképesztő következményekkel járt. Tehát rengetegen elveszítették a munkájukat. Kezdjük csak, vagy említsük példának csak azt, hogy a szépségszalonokba
látogatását a nőknek, azt úgy, ahogy van, megtiltották. Tehát munkanélkülivé vált, rengeteg fodrász, kozmetikus, várjál, ez viccesnek tűnhet, de valójában nem az, mert rengeteg család részben emiatt még jobban elszegényedik, hiszen egyetlen kereső ember maradt a családban, és konkrétan elkezdik újra eladni a gyerekeiket. Tehát érted? Fogja a 13 éves lányát, és eladja. Én értem, és a lánya annyit ér a piacon. A törvény megtiltja, hogy a nőknek az arca látszódjon, és most a fodrászokat kéne sajnálni, mert elvesztették a munkájukat. Szóval nagyon sokféle értelmezése van. Nem ezt mondta az Ági Robi, azt mondta, hogy ennek a következménye az jó. Még rosszabb, mint hogy eltakart arccal járjál, azt, hogy el kell adnod a gyerekedet. Ezt mondta az Ági, ezzel vitatkozzál, ha bele akarod törölni a lábad. Nem gondolom, hogy a műkörmösöknek, meg a fodrászoknak, tudod, meg a sminkeseknek, meg a tudod, kozmetikusoknak az érdekében kell fellépni ott, ahol a nőknek, úgy általában a nőknek a jogait veszik semmibe. Már nem arról van szó, hogy a nő, ha egy nő veszít az értékéből, ha idegen férfiak látják a dekoltázsát, vagy hogyha idegen férfiak látják a combjait, vagy hogyha idegen férfiak látják a haját. Ezek mind-mind-mind az iszlám prüdériájának bizonyos fokozatai. Vannak olyan szabályozások, ahol a haj nem látszódhat, és fejkendőt kell hordani. Azért az elég általános, hogy a comb nem látszódhat meg, hogy a keblek, úgymond a dekoltázs nem látszódhat, hanem ott tartunk, hogy egy nő veszít az értékéből, ha idegen férfiak láthatják az arcát. Ez a legkeményebb fokozat. Ezután már mi jön? És szerintem a pincében kialakított cella, mert igen, itt tulajdonképpen kaloda. Ez a ruha egy cella. Azt hiszem, hogy hogy védhetem meg a tulajdonomat, és ugye az értéket is így kell gondolom értelmezni, hogy azért fontos a felesége értéke, mert tervezi még eladni. Nem arra gondol, hogy élete végéig majd megöregszik vele, hanem azért ennek még mozognia kell a piacon, úgyhogy meg kell tartania az értékét. Nem tudom, egyébként ki tudja az értékét, ha meg egyébként nem mutogatja. Nyilván nem közgazdasági alapú ez a meghatározás, hiszen így kereslet sem alakul ki, ami felverné az árat, tehát az értékét, hogy majd aztán eladhassa, mint tulajdonát. De az, hogy nem láthatják, és így könnyebb megvédeni, tudod, a nem tudás védelmezi az én értékemet, az, hogy elrejtem mindenki elől, éppen, hogy nem egy várbörtön. Olyannyira, hogy a miniszter szavai egészen konkrétan azok, hogy a nőhelye vagy otthon van, vagy a sírban. Ez effektív így hangzott el, állítólag Mohamed valamelyik felesége döntött úgy, hogy akkor ő csak és kizárólag otthon tartózkodik, egészen a haláláig. Az, hogy egyébként Mohamed többi felesége hogyan cselekedett arról, érdekes módon nem emlékeznek meg ezek a jó emberek, akik azt is megüzenték a nyugatnak tavaly, vagy tavaly előtt, hogy a férfiak is szenvednek, szegények, és hát végső soron ők alkotják a népesség felét, tehát hogy elég legyen most már a nők sajnálatából, hát a férfiak is szenvednek. Mert kíváncsiak, ki lehet a lepel alatt? Vagy gondolom, mi az a férfiak szenvedésének az oka, hogy meglátják a csábító női homlokot, vagy és nem csuklót, esetnek neki. És kísértésbe esnek. Ja. És ezért meg kell szegény férfiakat védeni ettől a kísértéstől. Nem tudok másra gondolni. Fennáll a veszély annak, hogy a nők azzal, hogy az arcukról a fény visszaverődik, bűnbe viszik a férfiakat. Akik esnek, a férfiak erényes, esnek, a nők viszik. Erényes, erkölcsös férfiakat azáltal, hogy a fény nők arcáról a szemükbe jut, kísértésbe viszi őket a maga démoni természetével, hiszen vonzó az arca a nőnek, és ez a vonzerő, ez kísértésbe viszi őket. De ezzel azt állítják, hogy a férfiak náluk, vagy összesen a világon mindenhol nagyobb százalékban képtelenek egy olyan örularomra, hogy aki se kutyájuk, se macskájuk. Látod az arcát, és bűnbe fogsz esni, és még csak nem is arról van szó, hogy te vagy a hibás, mert hogyha betartották volna a törvényt, akkor te
a bűnkísértése nélkül mehettél volna végig az utcán, és nem kellett volna most a bűnben élned, amibe vitt téged az a nő azzal, hogy látszott az arca. Mm. Az a mondás, hogy otthon van, vagy a sírban, ez nem egyszerűen egy értékválasztás, vagy nem egyszerűen egy erkölcsi norma meghatározása, hanem ez egy fenyegetés. Ebben benne van a becsületgyilkosságnak a kilátásba helyezése. Ez a vagy otthon, vagy a sírban. Ha nincs otthon, akkor? Ha nincs otthon, akkor a sírban van. Tehát és ha nincs a sírban, akkor nincs a helyén, akkor valamelyik bele kell tenni. Innen, ez azt jelenti, hogy ha innen menni akarsz, lehet menni. De a sír az egyetlen irány, ahova lehet menni otthonról. Hát vagy a világba nem vezet út, a sírba vezet út, vagy maradhatsz. Mennyire árulkodó a minisztériumnak a neve is. Az is önmagában szomorú, hogy egyáltalán szükség volt egy nőügyi minisztériumra, amit ugye megszüntettek, és lett belőle erény és erkölcstelenségügyi minisztérium. Nem erkölcs minisztérium, vagy erkölcsrendészet. Már a neve... Az egyik fosztóképző, a másik igen, nem. Igen, tehát hogy már következmény az, hogy, vagyis feltételezés az, hogy úgyis erkölcstelenséget fog elkövetni a nő, valószínűleg pusztán a létezésével. Mm-hmm. És ez nem csupán az erkölcsről szól egyébként szerintem. Az, hogy nem tanulhatnak, az, hogy ilyen szinten otthon kell lenni, vagy a sírban kell lenni, az teljesen egyértelműen egy hatalom. A tudatlanítás, vagy a tudatlanságban tartás szintén egy hatalom, hiszen sokkal könnyebb uralkodni valakin, vagy valakiken, akik képzetlenek, iskolázatlanok, vagy egyáltalán a világra sokkal kisebb rálátásuk van. Ott nem kell megküzdeni azért, hogy bebizonyítsd, hogy te vagy az ura is parancsolója, ott ez adott. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a 2001. szeptember 11-i terrormerénylet, meg az követő merényletek a nyugati civilizációt is erre az útra terelték. Persze nyilván nem ilyen mértékben, meg ilyen radikalizmussal, mint ahogyan a tálibok ezt előadják. De minden esetre, minthogyha az ezredfordulón tetőzött volna a szabadság, a nyugati szabadság, és most már a szabadság elveszejtésének a korát írjuk, és már a nyugati civilizáció visszafordult a szabadság ösvényéről. A szerintem szexuális ellenforradalom, Robi. Szerintem tehát, ez arról... még egyetértésben idáig ebben a tempóban a szabadsággal elmerészkedhettünk, és amint a szabadság begyorsult, annak a rossz szemmel nézése nem tudta tartani a tempót, és elindult a másik irányba. Jöttek a terrormerényletek, és a nyugati ember, a nyugati szellem, a nyugati közvélemény elkezdett megfelelni. Elkezdte teljesíteni azt, amit elvártak. De erre találsz példát, de ez nem igaz, Robi. A MeToo-ra, például a MeToo-ra, például arra, hogy egy nő után fütyülni az utcán, az zaklatás, sőt, erőszak. Arra, hogy egy nőnek a seggét megnézni, az erőszak. Arra, hogy a wokizmus szelleme egy szexuális ellenforradalmat 1968-nak az ellenműveletét diktálja, és az igazán elképesztő, hogy balról jött a szabadság ellenes hullám, nem jobbról. Az ember jobbról várta volna, és jobb oldalon csak hátradőlnek, kérnek egy kávét, és azt mondják, hogy ha-ha-ha. Jó, de Robi, ez nem azt mondja ki, hogy a nőnek nem szabad, hanem azt, hogy a nővel nem szabad, ha nem ketten beszéltétek meg, vagy négyen. És neked nem, tehát a te szabadságodat korlátozza. A te alatt nyilván azt a Jóskát értem, aki utána akarna fütyülni, de nem lehet. De talán van annyi absztrakt, értem, hogy ez itt a nőt korlátozza, az meg ott a fütyülő férfit korlátozza, de annyi absztrakciós készséget bizonyára van, Ági, hogy értsed, hogy mind a kettő egy prüdéria szellemében, egy szexuális elfojtás szellemében, annak a szellemében, az illedelmesség szellemében, a ne szabadjon már mindent, vagy bármit, akármit csinálni, köznyilvánosan az utcán szellemében zajlik. Hogy arról van szó, hogy azt mondani egy csajnak, hogy hú, de jó segged van. Ez ér. Lehet azt mondani, hogy ez modortalanság, de 1968 meg Woodstock szól valamiről, akkor arról szól, hogy ez ér. Azt mondani egy csajnak, hogy hú de vonzó vagy, menjünk szobára. Ez ér. Erre lehet azt mondani, hogy bunkó tévedés. Vagy öregem. Mind a kettő tévedés. Az sem, hogy ér, meg az sem, hogy nem ér, hanem hogy mindegyikhez tartozik egy ember, aki akar ilyet mondani, meg aki nem, és aki akar ilyet hallani, meg aki nem. Ha nem akarod hallani, akkor kerülj el. De honnan tudom, hogy te vagy az? A szabad
És ha akarok hallani nem... ilyet, mit csináljak? Érted? Mert ha meg akarok hallani ilyet, akkor a MeToo az az én örömérzetemet csökkenti. Én kipakoltam a dekoltázsomat, de már senki nem dicsérheti meg. Érted? De az nem korlátozza a szabadságot. De az nem korlátozza a szabadságot. Amíg mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy megdicsérjék a dekoltázsodat, addig ez egy szabad társadalom, és van, aki megdicséri, van, aki nem dicséri meg. Ha valaki úgy dicséri meg, hogy az neked nem tetszik, levonod, hogy az egy bunkó. Legközelebb elfordulsz, nem köszönsz neki, vagy tudod, hogy jön az a bunkó. Ennyi. Ezt jelenti ez a szabadság. Ezt jelentette... Ez nem szabadságfosztás, amiket felsoroltál, hanem a túltolása a PC-nek, a túltolása a nem is feminizmusnak, hanem feminácizmusnak. Nagyon, nagyon eszembe jutott erősen az a kép, amit tegnap láttam valamelyik portálon, méghozzá egy népszerű portálon, Rita Ora különböző mesztele ruháit mutatták meg, amikben az elmúlt hétvégén nem tudom milyen rendezvényen. Mesztele ruhának hívják azt, amikor vagy testszínű öltözékben vagy, vagy valami tül, ami alatt átlátszó vagy áttetsző fehér nem. Tehát lényegében majdnem, hogy mesztelen vagy, csak mégsem teljesen. És képes volt megfogalmazni azt a záró bekezdést vagy gondolatot az író, hogy micsoda bátorság ez, és hogy egy újabb bizonyítéka annak, hogy a nők testének felszabadítása az továbbra is milyen fontos, és a sztárok is ezt képviselik. Valami is, tehát hogy a mesztele ruha, ami egyébként valóban most már mindenhol ott van, és kötelező elem szinte, az a nők testének felszabadítása. Szóval nem komplett szabadságfosztás. De értem, hogy nem. Ezt azok a nők, akiknek éppen felszabadul a testük a mesztele ruhában, nem érzékelik, hogy szűkül a szabadság mezsgéje, de azok a férfiak, akik nemrég még fütyültek egy nő után, mert nagyon tetszett nekik. Most meg már Franciaországban bíróságra kell járniuk, mert bűnvádi eljárás zajlik ellenük azért, mert egy nő után fütyültek, aki nem tetszett, hogy utána fütyülnek. Tudod, a tetszés nyilvánításért, a vélemény nyilvánításért, mert ez egy vélemény. Egy vélemény, még hogyha bárdolatlannak annyiban is tartod. Azért ki, ne járjon már büntetés. Én támogatom még a suttyó véleményformálást is, de közben meg nem támogatom az ijegységet, a félelmet, amit ez esetleg okoz. Tehát a ez fütyülés is... nem okoz félelmet. De ha meg valakiben igen. De az is azt jelenti, hogy attól még, hogy valakiben igen, nem kell mindenkire vonatkozzon, és az sérti annak a jogát, aki megszereti. Félelmet okoz, hogy egy melós fütyül egyet, mert igen, megy Robi, egy jó csaj tartozik ehhez ember. És el tudom képzelni, hogy van jelentős. Az a helyzet, de valóban én is nagyon-nagyon, hát majdnem a röhelyes túlzásnak érzem, hogy valakit bíróság elé citáljanak azért, mert... Franciaországban ez a törvény. Értem, hát ez abszurd, de ebben egyetértünk. Na igen, csak azt mondom, hogy ennek a szellemnek kezdett el a nyugati civilizáció megfelelni, mert de ez ösztönös, ez is Stockholm szindróma. De ez általánosítás. Szindróma. Ez is Stockholm szindróma. Ez általános kettéhasat nekem, ez az állításom, hogy van egy csapat, aki szinte a Közel-Keletnek, mintha annak igyekezne megfelelni, akár félelemből, akár romantikából, hogy azért ott még rend van, és ott van a másik fele, aki pedig folyamatosan az eddig kialakított, akár 68-as határokat is tovább akarja tágítani, és amennyit az ás kifelé, annyit, annyival följebb húzza a dekoltást a homlokáig a másik, a túloldalon. Szerintem a szabadság ellenségei már mindenütt offenzívában vannak a nyugati civilizáció széltében hosszabban, és a szabadság erői meg már mindenhol defenzívába szorultak. Én ezt érzékelem. Kérdésem, hogyha ők úgy hívják, hogy erény és erkölcstelenségi minisztérium, akkor ki csomagolta össze jobban az erényt és az erkölcsöt, amelyek nem összemosandóak, azt hiszem. Tehát nem is az erényt és az erkölcstelenség, bocsánat, hanem a szemérmet és az erkölcsöt. Tud, nálunk erkölcsrendészetnek hívek, itt legalább még két különböző fogalmat megneveznek, nevezhetnének többet, de hogy érdekes, hogy ez, és a másik kérdésem, hogy azért érdekes, hogy a gyerekeket nem csomagolják be. Ez nem a keresztény erkölcs, hanem ez a muszlim erkölcs, és a muszlim erkölcsnek, hogyha lásol a mélyére, akkor nem egy vérző szívet találsz, Krisztus vérző szívét, mint itt a nyugati civilizációban, hanem egy kardot, az iszlám kardját. Ennek megfelelően kell ezt az erkölcsöt vizsgálni. Ez nem az a fajta erkölcs, mint amilyen erkölcsöt mi ismerünk. Ez nem azért van úgy, mert a szíved szava azt súgja. Mert az erkölcsi érzéked azt súgja. Ez azért van úgy, mert a betű azt írja.
Hát az Isten akaratának való megfelelés. Igen, ez sokkal inkább hasonlít az Ószövetség kőtábláihoz, mint a Krisztus által a szívbe írt parancsolathoz, az irgalomhoz. Sokkal inkább. És tudod, erre nem kérdezünk rá, mert ezek dogmák. Ennek megfelelően az erkölcs egyet jelent a szeméremmel. Mert ezek dogmák. Nem a te dolgod, hogy szétválogasd, hogy azt mondd, hogy ez helyes erkölcs, ez meg helytelen, ezt a próféta már megtette. Az már kőbe van vésve, és hogyha nem a szerint élsz, akkor azzal a kővel leszel agyonverve. És akár az is itt áll akkor, hogy a szemérem meg egyet jelent az erénnyel. Tehát, hogy nincs más dolgod, mint a szemérmet védeni. És ez ennyi, mondjuk ha nő vagy, merült, akkor ez akkor az egyetlen erényed, és a többit azt intézzük mi. Az a kicsit menőbb, jobban hangzó, esetleg lovagi címet vagy kitüntetés jelentő erények, tényleg, azok hozzá. De ha tényleg ennyi a feladat, akkor miért nem járhatnak iskolába például? Hiszen ott nyilván nem az a veszély fenyeget, hogy mesztelenkedni fognak, hanem még a végén képzettek lesznek, vagy még a végén valami tudáshoz jutnak. Szaúd-Arábiában most már létrehoztak egy olyan egyetemi kampuszt, ahol kizárólag nők vannak, kizárólag női oktatók vannak, és olyan vonatok szállítják őket, vagy villamos, vagy valamilyen eszköz, ami a különböző nők vezetnek, vagy nincsen vezetőjük. És hogyha karban kell tartani, akkor pedig minden nő elhagyja vagy kampusz, csak női karbantartókat kampusznak a területét, vagy szereznek női végre karbantartókat. Végre rendes szegregáció. Az a lényeg, hogy a kampusz területére férfi nem telti be a lábát, leigazolták a legjobb női oktatókat, és akkor ott zajlik az oktatás. Tehát szó nincsen arról, hogy nem akarják, hogy a nők tanuljanak. Az iszlámnál nincs szó, de a táliboknál viszont igen. Igen, de a szaudiak azok nagyon keményen fundamentalisták. A vahabiták azok jóformán a tálibokhoz mérhetően fundamentalisták. Aha. Tehát én attól tartok, hogy itt a tálibok elsősorban nem azt nem akarják, hogy a lányok tanulhassanak, hanem egyszerűen nem tudják megteremteni azokat a feltételeket, hogy azok a lányok biztosan és garantáltan ne találkozzanak férfiakkal annak során, miközben tanulnak. Egyszerűbb otthon tartani őket, egyszerűbb bezárni őket egy csadorba, egyszerűbb bezárni őket egy pincébe, vagy egy kalodába.